точно. За ním ad mini a hátra, úgyhogy az marad. És akkor kaptunk egy elosztató ilyet, szuper. És egy elosztató ilyet, ami viszont jobb egy kicsit. Mert most a következő szintlépésnél rátehetünk egy passzívot. Ami HP és damage. És az mindig jó. Szóval Unity, és... hát én nem mondom, hogy értek hozzá, abszolút nem mondom. Egyelőre... Ja, igen, viszont elővettem Wings 3D-t is, ez egy modellező program, amit nagyon régen használtam. Na, neked se volt még Rare fegyvered. Szóval elkezdtem Unity-hez csinálni modelleket, mert abba be lehet tenni egyszerűen. És hát tudjátok, van ez a millió ilyen telefonos játék, hogy egy ilyen városkát kell menedzselni, és akkor végighúzod az ujjad a épületeken, akkor ad pénzt, meg tudom. Úgyhogy valami ehhez hasonlót gondoltam ki, ez egy kis egyszerű, még amíg nem tudom, hogy működik Unity. És, ja, gondoltam rá, hogy ebből is lehetne videó, de aztán úgyse érdekelne senkit, meg elég béna is vagyok még, úgyhogy nem is tudom. Ha szeretnétek, akkor írjátok le, de mire ez a videó feltöltődik, igazából olyan rég... olyan sok idő el fog telni, amíg én ezt mondom, az a naptól, amikor én ezt felveszem. Hogy nem is biztos, hogy még Unity egyáltalán az életemben lesz. Na, valaki morog. Ez a Fearless Difficulty, azért Fearless Difficulty, viszont nem találtam meg, hogy hol lehet hardcore karakter csinálni, szerintem nem lehet. Ancient coin, na. Ez tudom, hogy jó. Azt hiszem ezen a pályán van. Igen, biztos, meg közepét még egyáltalán derítettük fel. Tudom, hogy van valami Wishing Well, viszont legutóbb nem találtam ezt meg, ezt a coint. Kíváncsiak, hogy mit fog adni, ne menjünk el erre. Na, ott van egy shrine, amit újra töltött. Ha. Lehet azért megkimentem a pályáról, és visszajöttem, nem tudom. Viszont látok még egy legendary boss-t, vagy boss-t, csak sima mobot. Champion igazából szerintem. De nem tudom elmenteni. Level up! Övet is szereztünk. És akkor... ez az. És akkor nyomjunk ide is. Da is. Oké. Ez mi? Inventory. Ja, hát igen, van egy új cucc. Na nézd, Magic Flying, tökéletes, hello. Mi? Én nem is vagyok hoarder, tehát hülyék vagytok. Láda. Most veszem csak észre, hogy ilyen bélyes játék. 20 darabok repkednek innen fel a csata közben. Szafatokba szétjönnek az ellenségek. Jézusom. Jó, sehol sincs egy más játékhoz, ahol szétrobbannak egy ilyenekbe, ez elég beteg. Ott van lenne a Wishing Well, akkor próbáljunk valahogy oda jutni. Kerüljük meg erre, mert erre még nem fedeztük fel. Szóval ez a hosszabb út. Nem baj. Nézzük. Ha visszajöttünk a cucchoz.
cucc az a vagom. Hát ez nem láttam, hogy mi volt. Vagy nyaklánc. 5 HP stolen per hit. Hát ez neked jobban, mondom, ez neked jobban kell. Az irányítás meggyilkol engem egyébként. Na. Csontváltak. Kívánjunk valamit, választhatunk. Úristen, ajajaj. Hát én nem ezt kívántam. Na azt meg főleg. Na jajajajajaj. Lehet, hogy ezt kívántam igazából. Na weapon oil. Ez kellett valahova. De meghallunk. Respawnoljunk helyben, látjátok, egy tizede a pénzünknek szerintem mindig. És majdnem nem jutottam ki ez a buz irányítás miatt. Lépjünk egy kicsit hátrébb. Jézus Isten! Már jobban fog menni a kaj, talán sem pont a másik irányba indul el minden, hogy kéne. Egyszerűen mi... Na lőjétek már le őket. Egy. Mind meghaltak vajon? Hallom, hogy ott történnek valami. Reputation up. Na most nyomassunk a Precise-ra. Egyébként megmondta a Van Helsing is, hogy 3 pont erre gondolt. Mit kiválhatod? Na, minion damage. Jó, legyen ez. És felvette vajon a másikat? Na, még mindig az van rajta. Mondjuk vannak, van essence kapacitéje, úgyhogy maradjon az. De végre egy rare fegyver. Hogy... Aztán itt mi volt? Wolfbow, poison resist physical... Ez mindegy. Ezeket... Nem mondom, ezeket... pakoljuk át, szerintem néha annyira nem azt akarja, amit én. Na a weaponoid is, mintha ezen a pályán kellett volna valahol, van valahol egy ilyen szikla a kőben. Mármint egy kard a sziklában. Ja. Csak nem emlékszem, hogy hol. Szellem. Hol a rákban van az, ami... Hiszem, hogy valami olyan helyen, ahonnan kilátás van vissza az útra. Na ide szuper volt eljönni, de legalább itt van egy másik láda is. Azt még nem fedeztem fel, hogy arra lehet.
tényleg gyanítom, hogy valahol erre lesz. Vagy nem. Oh, hello. You. Careful. This creature feels strong. Be gone. Evil spirit. No. That's... Ezt tudom, hogy ki. Ő Life Spark, a másik pályán lehet vele találkozni. Unidentified amulet. Mutko is ezt dobta. Ah, ez most egy kicsit jobb. Jó van. De nem tudom akkor, hogy hol a rákban van, viszont a... a szikla a kőben. Á, itt van. A sword in a stone? Na. How could you pull it out? Well, I guess you want to occur to you that this weapon was meant for me? Ez tényleg az Excalibur. You used some weapon oil. You know Van Helsing, you almost had me there. Úristen, ilyen bónuszok, ilyen szintet léphetős fegyver, de ez is protektor, mindennek protektor, minden a protektornak van, hát beszorok. Mindegy, ezt is berakjuk majd a stashbe. Hopp, itt egy ládát láttam. Na. Menjünk akkor vissza Romanikhez. Hogy levegyék az átkot a spanunkról. Na, szavasz. Mondom... Úristen, hova a rákba lettél? Ott vagy. És akkor most már lehet itt egyébként enchantolni, így enchantoljuk a fegyverünket. Plusz két weapon, de nincs. Hát ez nem volt túl erős enchant, de nem is olyan rossz. Vén ezt lehet enchantolni? Igen, és kurva olcsón. Plusz 12 element resistance. Hát ez nem most rossz. Ha, jó van. Na, akkor adjunk el dolgokat. Ezt mind. Na, ezt is.